Srácok, Nexus vagyok, és most tulajdonképpen engem nem láttok, mert nem tudtam sohasem megoldani ezt, hogy ti engem is lássatok, és egyben ki tudjam csomagolni egy csomagot, ami jött. Nos hát, igen, egy kibebaszott nagy csomag jött, szóval itt láthatjátok, remélem nincs semmiféle olyan információ az oldalán, amit nektek nem kéne látni. Nem, hát mert itt van a tetején, na nagyon király. Ölembe is veszem. Most igazából, amit tudnotok kell, ezt itt nem kell, látjátok, nem mindegy. Amit tudnotok kell, hogy sokan kéritek, hogy legyen facecam, és én ennek eleget is szeretnék tenni, csak hát ugye én nem szeretem azokat a facecamos live-okat, illetve videókat, ahol egész egyszerűen nem látszó, szóval, hogy van háttér mögötte. Kitakar nagyon sokat a live-ból, egyszerűen szerintem csúnya. És ugye a zöld hátteres megoldást csak úgy lehet megoldani, hogyha vannak softboxaid, mert egyszerűen lámpával nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, de csúnya. Hiába lehet megoldani, hogy ne legyen háttér, de egyszerűen te magad, ahogy rád viszonyulnak a fények, az nem szép. Nos, kibontom a tetejét, addig egy pillanat. És ezek ellen ugye ezt csak úgy tudod megvalósítani, hogyha rendelsz minőségi lámpákat, ugye ezek a softboxok. Nos, én nagyon sokáig kutattam ennek, hogy honnan is érné meg rendelni, illetve miért. Szóval megéri-e egyet rendelni, megéri-e kettőt, és arra jutottam, nagyon jó áron találtam a studioeszközök.hu-n egy nagyon erős szettet, egyben van kettő darab egy szett. Nagyon sok videós használja ezt, mindenki ezt ajánlja. Szerettem volna olyan oldalról rendelni, aminek van hírneve, ami megbízható, garanciás és terméke, és értitek, nem ilyen eBay, meg ilyen habi külföldi oldalak, szerettem volna magyar oldalról és minőségit, és ezért is rendeltem egy packet, amit a leírásban megtalálhattok, hogyha esetleg ti szeretnétek venni, véleményemet úgy is el fogom mondani a live-okba, most jelen pillanatban még nem tudom. És akkor csomagoljuk is ki. Kiszedek egy darabot a kettőből, mert ugye ez egy pack, és akkor egy darabot bemutatok, hogy mit is tartalmaz akkor ez a csomag. Ugye mindenből kettő van benne, mert ugye duplás csomag, de értitek, hogy mutatok be egy darabot. Na, ezt ide le is teszem addig a dobozt. Ugye találunk benne egy ilyen giganagy izzót. Ez az erősebbik szett, szóval ebbe erősebb fajta izzó van, és azt hiszem energiatakarékosabb is, szóval ezt ezért is jobban megéri venni, mert ugye ezek sokat fogyasztanak, ezek az izzók. Ugye szóval egyszer volt benne egy olyan izzó, erősebbik fajta, és ebbe a fehér dobozba találunk egy 2 méteres állvány, szóval 2 méter magasba tudod ezt az egészet kinyitni. Szóval igazából ez csak egy állvány, amire felteszed magát az egész softboxot, a izzót. És ugye izzó megvolt az állvány, és most jön maga az a része, ugye, ami rád fog világítani. Ugye biztos látott már mindenki softboxot, aki ebben a szakmában otthon van, vagyis hát nem szakma, hanem hobbinak mondhatnám ezt a videózást, vagy esetleg fotózást, mert ugye fotósok is nagyon sűrűn használnak ilyen dolgot. Nos, kapunk egy ilyen fehér ponyvát, vagy nem is ponyva, mert ez valami szövetanyag, ami igazából arra segít, hogy ugye ebbe egy nagyon nagy izzó van. Nagyon magas fényű, vakító izzó, és ez az anyag arra való, hogy egyrészt tompítsa, egyrészt szétszórja ugye a fénysugarat. Komolyan mondom, én nem vagyok ebben otthon, szóval pontos információkat, dolgokat én erről nem tudok nektek elmondani. Most ez egy giganagy, szóval ez a nagy, ilyen nagy fehér, nem átlátszó, hanem ilyen homályosított ilyen anyag. Ugye ez arra van, hogy ugye ne vakuljál meg konkrétan. És van ez a dolog, amit megpróbálok most kinyitni, bár mondjuk nem egyszerű annyira ezt kinyitni. Meg nem is néztem semmiféle tutoriált, hogy ezeket hogyan is kell összeszerelni. Aha, ennyi. Ugye nem tudom, hogy ti ebből mennyit fogtok látni, egy ilyen ezüstözött, ilyen
cucc van benne, ez is arra van, hogy visszaverje a fényt, legalábbis nagyon annak tűnik. És igazából annyi, hogy tépőzárral ezt a fehér szövetanyagot rá tudod tépőzározni. Beletekered az izzót, és igazából ennek a hátulján van egy kapcsoló, amivel fel és lekapcsolod magát a softboxot. Nos, srácok, igazából ez ennyi. Én összerakom mind a kettőt, és akkor jövök egy ilyen bemutatóval. Igazából nem szeretném bemutatni az egész setupomat, mert erre egy külön videót szeretnék szánni, de megmutatom, hogy hogyan fognak kinézni a softboxsal, és még talán bevágok egy ilyen zöld hátteres videót is, hogy mennyivel másabb. Ja, srácok, most engem nem láttok, csak úgy mellesleg megmutatnám, hogy ekkora izzó jár, és igazából, figyeljétek, ekkora a tenyerem, és ekkora az izzó, szóval... Nos, végül nem fogok bevágni semmiféle képet, ezt majd a setup bemutatóban meg fogjátok látni. Igazából még próbálom beelegetni, hogy hogyan is néz ki jól. Kicsit a zöld fény mögülem visszaverődik. Ez ugye azért van, mert közvetlen mögöttem van a zöld háttér, ugye ez egy sima szövetanyag, a falra fel van konkrétan akasztva, és így kicsit visszaverődik rám, de ezt megpróbálom orvosolni, és akkor valószínűleg a következő live-ban már így fogtok engem látni, és innen is szeretném megköszönni a studioeszközök.hu-nak, hogy ilyen jó áron meg tudtam ezt szerezni, illetve tényleg, hogyha szeretnétek venni, akkor a linket megtaláljátok a leírásba, és köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hogyha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel, hiszen igazából tényleg egyrészt nektek köszönhetem ezt az egész stúdiót, számomra ez egy kis stúdió már, hiszen minden olyan dolog megvan benne, ami a videózáshoz kell, és számomra ez így már kezd a végére kifejlődni, és tényleg srácok, találkozunk a következő videóban, vagy pedig live-ba. Sziasztok!